A diákok számítógéppel segített kooperatív csoportmunka formájában ismerkednek meg a legfontosabb alternatív energiaforrásokkal. A foglalkozás célja, hogy megértsék ezen energiaforrások előnyeit és hátrányait, az erőművek telepítésének feltételeit. A tanóra tananyag hátterét a SuriNet digitális tudásbázis nyújtja. Az együttműködés színtere lehet az SDT rendszer fóruma, vagy valamilyen online irodai szoftver. A szavazórendszeres interaktív feladat célja kettős. Egyrészt az ismétlő, ellenőrző kérdésekkel kapcsolódunk a korábban tanultakhoz, másrészt felvezető kérdésekkel látunk hozzá az új téma feldolgozásához. A válaszok segítenek a pedagógusnak abban, hogy felmérje a kiindulási helyzetet, a diákok előzetes tudását és attitűdjét a témával kapcsolatban. Köszöntelek benneteket. A mai alkalommal a megújuló energiaforrásokról fogunk beszélni. Néhány dolgot meg fogunk erről a kérdésről vitatni. Arra kérlek benneteket, hogy néhányan talán hoztatok a házi feladathoz kapcsolódóan olyan eszközöket, amely eszközök valamilyen alternatív energiaforrással vagy alternatív módon működnek. Ki az, aki hozott ilyen eszközöket? Jól látom, Enikő, nálad is van egy másik. Igen, tehát a mechanikai befektetés és világít, ezen is sok LED van. Én is hoztam egyet. Ebben is közrejátszik a mechanikai energia, hiszen föl kell rázni, ebben egy mágnes van, és ez a mágnes egy tekercsben, vagy egy tekercs közelében mozog, és akkor föltölti, és ez a lámpa is világít. Nagyon sok ilyen alternatív megoldásra van szükségünk, és egyre többre van szükségünk a jövőben, hiszen mindig hallunk energiaválságról, látjuk, hogy az üzemanyagárak egyre növekednek, és bizonyos üzemanyagaink, bizonyos energiaforrásaink fogytán vannak. Nézzük meg, hogy milyen üzemanyagokról, és hát pontosabban milyen energiahordozókról lehet szó. Arra kérlek benneteket, hogy a szavazóegységet kapcsoljátok be, és egy néhány kérdés kapcsán ismételjük át, amit korábban megbeszéltünk, illetve néhány új dolgot is meg fogunk a mai napon ismerni. Jó, tehát kérdezem, hogy sikerült-e mindenkinek bekapcsolni, működik-e? A kérdés a táblán látható, melyek a fosszilis energiahordozók, és arra figyeljetek, hogy itt 6 lehetséges válasz van, de több helyes válasz, tehát nem csak egy helyes választ várok, és jöhetnek a válaszok. Széni már meg is tette, jó, jönnek a többiek is, nagyon jó. Még 5 választ várok, ugye? Köszi szépen. Hát itt látszik, hogy hát elég sokféle választ kaptunk, de tulajdonképpen a helyes válasz ugye zölden látszik, tehát a BDE, tehát ez így kevés, nézzük csak meg, hogy melyekről van szó. Tehát fosszilis energiahordozókról van szó, ezek a BDE, a szén, a kőolaj és a földgáz is ide tartozik. A többiek azért nem ilyenek, és hát látszik, hogy többféle válasz is született, hogyha feldobjuk a táblára, akkor látjuk, hogy van itt mindenféle. Ugye az a szél, az nem ide tartozik, ez egy más típusú energiaforrás,
És a napenergia sem ide tartozik, az is az alternatív, úgynevezett megújuló energiaforrások közé tartozik. No, hát ezekről fogunk ma még beszélni, tehát egy kicsit pontosítjuk ezt a kérdést, és ha még egyszer megtennék ezt a szavazást, lehet, hogy jobb eredménnyel végződnek. No, akkor nézzük meg, hogy az alternatív energiahordozók, vagy hát a megújuló energiahordozók melyek lehetnek, kicsit már utaltam rá. Most azt kérem tőletek, hogy írásban, szóban, szöveges formában írjátok, hogy mit gondoltok, melyek azok az energiahordozók, amelyek megújulnak. Ugye vannak olyanok, amelyek bizony elfogynak, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok idő kell, amíg esetleg újra képződnek. Ugye a korábbi kérdésben volt például a szén, a kőszén az nagyon sok idő, amíg a növényekből újra keletkezik, tehát igen, nehezen mondhatnánk azt megújulónak. Most jönnek már a válaszok, ugye ott fönt látjátok ti is, hogy ki az, aki már válaszolt. Itt szövegeket várunk, Kinga is küld egy szöveget, és akkor mindjárt felbukkannak itt a feliratok. Nagyon sok minden jó válasz érkezett. Nézzük is meg ezeket. Ugye hát az előző kérdés alapján már azért látjuk, hogy kibontakozik egy kör, amelyekről itt szó van. Ha megnézzük, gyakorlatilag a szél, a napenergia, a geotermikus energia az, amire itt céloztatok és rátaláltatok. Tehát ezekről fogunk éppen ma egy kicsit bővebben is beszélni. A képen egyébként egy naperőmű látszik. Itt vannak a napelem táblák, és ilyen körben vannak elhelyezve. A következő kérdés az, hogy mit gondoltok, melyek azok az országok Európában, amely országok kiemelt figyelmet fordítanak az alternatív energiaforrásokra. Tehát megint csak szöveges válaszokat várok tőletek, amely szöveges válaszokban egy-egy ország nevét, egy-egy európai ország nevét kell írni. Természetesen lehet Magyarország is, ha úgy gondoljátok, hogy itt Magyarországon kiemelt figyelmet fordítunk ezekre az energiaforrásokra, mondjuk például a szélenergiára, a napenergiára, vagy pedig a geotermikus energiára. Jönnek szépen a válaszok, még négy kollégától várok egy országnevet, vagy akár többet is lehet, hogyha gondoljátok elválasztva. Igen, hát látjuk, hogy mely országok vannak itt megemlítve, hogy Ausztria kapott 2 szavazatot, 3-at, Hollandia, Németország is kapott, Németország még egyet. Hollandiában ezek a formák eléggé népszerűek. Milyen alkotmányok, épületek vannak Hollandiában, akik nagyon nevezetesek, és az egyik ilyen energiaforrást használják. Nagyon sok szélmalom van. Rendben van, tehát valóban ezek olyan országok, de említhetjük a skandináv országokat is, nagyon jó példák ebből a szempontból, és bizony már Magyarországon is vannak kezdeményezések a területen. No, hát egy érdekes kérdést szeretnék föltenni, nem is túl egyszerű a kérdés. Ez segít nekünk abban, hogy most egy kisebb csoportmunkában dolgozunk tovább. Az a kérdésem, hogy mit gondoltok egy másik energiaforrásról, az atomenergiáról, ennek hasznosításáról. Vigyázzat, itt nem csak kétféle válasz lehetséges, megjelenik a kijelzőtökön egy skála, azon tudtok jobbra-balra mozogni a nyilakkal, és akkor kiválaszthatjátok, hogy a nagyon támogatom és a nagyon ellenzem között mit gondoltok erről az energiáról. Ugye nem túlságosan egyszerű, hiszen tudunk veszélyeiről is, és tudjuk azt, hogy mondjuk Magyarország energiatermelésének 40%-át a Paksi Atomerőmű biztosítja, és hát mindkét oldalon vannak érvek, és természetesen ellenérvek is. Látszik, hogy azért van itt minden, van, aki nagyon egyetért, van, aki kicsit, van, aki közömbös a téma iránt, van, aki nem ért egyet ezzel a kérdéssel.
No, hát akkor a következő kérésem az lenne, hogy, nézzük meg, hogy ki az, aki ellenezte, ki az, aki mellette volt, ki hogyan vélekedett az ügyben. Itt látjátok kivetítve is, de ti nyilván tudjátok, hogy mit szavaztatok. Tehát a következőt fogjuk csinálni. Egy úgynevezett véleményvonalat fogunk alkotni. Tehát az lenne a kérésem, hogy azok, akik legjobban ellenezték, azok álljanak erre a részre, és sorba tovább, akik kevésbé ellenezték, akik közömbösek középre, akik támogatták, és legmesszebb tőlem azok, akik nagyon támogatták. Tehát egy ilyen kisebb fajta tornasort alkossunk most. Ezt a nagyon szép véleményvonalat, mely még az utolsó pillanatban picit még módosult, ezt a nagyon szép véleményvonalat meg fogjuk hajlítani, mégpedig ugye 12-en vagytok, ezért a közepénél, tehát Kinga és Anita között meghajlítjuk a véleményvonalat. Álljatok úgy, hogy Széni jöjjön ide egészen Melindáig, és mindenki, tehát hajoljon be ez a vonal, és álljatok egymással szembe. Rendben. Köszönöm szépen, és hát nem kell megijedni, de felszeletelnélek én titeket. Tehát ez egy csoport, ti vagytok együtt, üljetek ebbe a zónába. Jó, kérem, hogy rendezzétek is el a székeket. Ez a csoport egy másik csoport, ti dolgoztok együtt itt középen, és ti vagytok itt a szélén. Jó? És akkor mindjárt el is mondanám a feladatot. De előtte kérem, hogy rendezzétek egy kicsit át az asztalokat úgy, hogy az csoportmunkánkra alkalmas legyen. Akkor elmondom, hogy mi lenne a feladat. Ugye megbeszéltük, vagy hát kibukkantak itt ezek a megújuló energiaforrások, a szél, a geotermikus energia és a napenergia, és akkor mind a három csoport kapna ezekből egyet. Jó? Ti vagytok ide a legközelebb, és ti kapjátok mondjuk a napenergiát. Miatt elszáll a napenergia, ti kapjátok a szélenergiát, és ti kapjátok a geotermikus energiát. És akkor azt szeretném kérni, hogy a Google Docs-ban dolgozzunk. A Google Docs-ban megosztottam nektek egy dokumentumot, így néz ki, mindenki kapott róla e-mailben egy értesítést. Kérem, hogy lépjetek be, és ezt a dokumentumot fogjátok ott látni, és ebben a dokumentumban kellene dolgozni. Elmondom, hogy minden csapatban mi lenne a feladat. Minden csapatnak hasonló lesz a feladata, tehát a szél, a geotermikus és a napenergia esetében is. Egy diák próbáljon utána nézni annak, hogy az adott erőmű hogyan működik. Egy diák az előnyöknek, egy a hátrányoknak nézzen utána, és egy pedig a Google Earth segítségével keressen olyan helyeket a Földön, lehet kezdeni Európával, de a Földön, ahol alkalmasnak látjátok a helyet egy ilyen típusú erőmű készítésére, akár találhattok is olyan erőműveket, mondjuk szélerőműveket valahol. Jó, most azt kérem, hogy gyorsan osszátok meg, hogy ki mit csinál. Ki az, aki az erőmű, ki az, aki az előny, ki hátrány, és ki az, aki a Google Earth-ben fog dolgozni. Tehát, hogyha beléptetek, akkor fogjátok látni a dokumentumban azt, hogy van külön szélenergia, napenergia és geotermikus, és elhelyeztem számotokra SDT linkeket is, ahol tudtok majd dolgozni.
szöveget is kerítsetek, de képeket is, hogyha találtok, az előnyös lenne. És ha valami van, akkor illeszétek is be a dokumentumba. Nyilván mindenki időről időre mentsen is, mert nehogy valamilyen galiba történjen. Jó, ha megnézzük, akkor látjuk, hogy azért megy a munka, tehát a szélenergiáról is van már info, és egy pici a napenergiáról. A geotermikusok azok lassabban, hiszen a Föld mélyéből érkezik az információ. Jó lenne, ha mindegyik erőműről egy képet is elhelyeznétek, az nagyon klassz lenne. Jól látom, hogy mind a három csoport halad a munkával. Időnként menti maga a program is, de időnként szükség van arra, hogy ti is mentsetek. Közben elindítom a programot, a Google Earth programot a gépemen is. Azért, hogy meg tudjunk nézni egy érdekesebb felvételt, műhold felvételt. Picit álljunk meg a munkával, nyilván még folytatjuk. Egy néhány dolgot kérdeznék, jó, hogy mit sikerült összegyűjteni. Tehát a szélcsoporttól kérdezem, hogy milyen előnyt sikerült találni. Egy előnyt kérek a szélcsoporttól. Ki a szélcsoportban az előnyökért felelős? Dóri, egy kicsit úgy, hogy a többiek is, többieknek is mondd meg nekem is. Környezetbarát, a legfontosabb dolog, hogy használatával csökkenthető, illetve elkerülhető az előnyök alkalmazása, de klímára fáradt gázokat bocsátanak ki. Köszönöm. Tehát tulajdonképpen lényegében arról van szó, hogy elég zöld megoldás mondjuk egy szélkereket használni. Nézzünk a geotermikus energiánál egy helyet, ahol érdemes, ahol biztosan lehetne kezdeni valamit a geotermikus energiával. Ki az, aki a helyekkel foglalkozott ebben a csoportban? Kinga. Magyarországon például érdemes lenne ezzel foglalkozni, vagy nem? Mert azért nyilván először Magyarország érdekelne minket. Mit találtál? Milyen helységet? Igen. Láttam, hogy Google Earth-ben még egy hévizet is találtál. Úgyhogy ott is érdemes, vannak ilyen hőforrások, ahol lehetne kezdeni ezzel valamit. Napenergiának milyen hátrányát sikerült találni? Piroska. Igen, hát ilyen megoldások vannak Magyarországon, biztos láttatok háztetőkön ilyen napkollektorokat. Valóban erről van szó. Másrészt Magyarországon talán nem annyira előnyösek a környezeti viszonyok. Jó, és végül itt Gerda is keresgélt és talált egy nagyon jó pofa felvételt. Pandorf, Ausztria közelében
ahogyan a hegyeshalmi határt átlépjük, vannak szélkerekek, és ezek bizony látszanak a világűrből is, tehát a Google Earth segítségével meg lehet ezt egy kicsit közelebbről is nézni, így közelebb menve meg lehetne keresni azt a területet, ahol vannak. Ugye itt láttok, látszanak talán ezek a pöttyök, ezek azok, tehát egy kicsit közelebb megyünk, és ahogy növekszik szépen a felbontás, lehet látni, itt vannak az árnyékai ezeknek a szélkerekeknek. Tehát bizony nyugati szomszédaink már foglalkoznak sokkal komolyabban az üggyel, Magyarországon is van már ilyen szélerőmű. Végül szeretném, hogyha ezt a feladatot folytatnátok majd otthon, és akkor következő alkalommal megnéznénk. Arra is figyeljetek, hogy ezeket a szövegeket át kell nézni, és nyilván olyan módon átfogalmazni, ami számotokra is érthető, hiszen különböző forrásokból dolgoztatok. Jó, térjünk egy kicsit vissza a szavazó rendszerre. A kérdés az, hogy mely európai országokról gondoljátok most, hogy kiemelt figyelmet szentelnek ezeknek az energiaforrásoknak. Azóta, hogy ezzel foglalkoztatok, egy kicsit változott-e, és vannak-e újabb ötleteitek? Hát bizony Izland is kapott szavazatot, Magyarország is kapott szavazatot, ez nagyon derék dolog. És akkor a következő kérdés pedig, egy rangsort kellene felállítanotok. Tehát ha te dönthetnél arról, hogy milyen erőműveket építenél Magyarországon, akkor milyen rangsorban, milyen fontossági sorrendben képzeled el ezt? Ugye itt van ez az ABCDEF, ugye van szélerőmű, vízerőmű, atomerőmű, hőerőmű, geotermikus erőmű és naperőmű. Gondoljatok arra, hogy milyen adottságai vannak Magyarországnak, milyen lehetőségei vannak. Például arra kell gondolni, hogy az atomerőmű rendkívül drága beruházás, de nagyon-nagyon nagy mennyiségű energiát viszonylag olcsón tud előállítani. A vízerőműhöz ugye kellenek természeti adottságok, a szélerőműhöz nem különben. A hőerőműhöz nagy mennyiségű szénre van szükség például. A geotermikus erőműről Kinga tett említést, tehát ott a geotermikus csoport tudja, hogy ez Magyarországon jó vagy nem jó, most már mi is tudjuk. És a naperőmű pedig hát ugye szintén természeti adottságról függ. Nagyon sokféle válasz született. Az biztos, hogy ha megnézzük ezt a listát, akkor nagyon sokan építenének szélerőművet Magyarországon, az nagyon meggyőző volt. A geotermikus energia is nagyon szépen szerepelt. Az atomerőműnek is vannak hívei, úgy látszik, egy darab. De ha megnézzük, hogy a legnagyobb vesztes az atomerőmű, ez egy olyan kérdés, amiről az emberek mindenfélét különböző véleménnyel vannak, és hát ez egy olyan kérdés, amiről még érdemes majd későbbiekben beszélnünk, hogy miért választottátok legkevésbé az atomerővel. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és akkor a következő alkalommal folytatjuk ezt a dokumentum építést.